Felrúgta a baloldali alkut, vagy elfogadta a kinyújtott kezet. Csütörtökön derült ki, hogy Karácsony Gergely alpolgármestereként dolgozik tovább Zuglóban, a fideszes Papcsák Ferenc egykori helyettese, Rozgonyi Zoltán. A sajtóból annyit lehetett megtudni eddig, hogy a szocialistáknak ez nagyon nem tetszik, és hogy már előtte is sok volt a konfliktus a helyi MSZP és a PMS Karácsony között. Stúdiónkban a botrány óta először mindhárom érintett vezető, Karácsony Gergely, Rozgonyi Zoltán és Tóth Csaba. Jó estét kívánom! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Sajtóban azt olvashattuk, mint konklúziót, hogy nyilván a szocialistákkal megromlott viszony eredménye az, hogy Rozgonyi Zoltán a polgármester lehetett, így volt? Szó nincs semmi erről, és a botrány kifejezést én is túlzásnak érzem. Egyszerűen az a helyzet alakult ki Zuglóban, hogy a választópolgárok döntésének értelmében van egy baloldali polgármester a kerületnek, és van egy rendkívül megosztott képviselőtestület, ahol sem a Fidesznek, sem az Összefogásnak nincsen többsége. Én a baloldali politikusként baloldali programmal nyertem meg a választást, de a választók úgy döntöttek, hogy ez nem adtak egy biztos többséget, és mivel a Fidesz az első néhány képviselőtestület ülésen azt gondolom, hogy konstruktív hozzáállást mutatott, a legtöbb kérdésben konszenzussal tudtunk dönteni, ezért én azt javasoltam, hogy a békés építkezés érdekében a két baloldali alpolgármester mellett legyen egy jobboldali alpolgármester is. Hosszasan egyeztettünk erről a szocialista párttal, és végül is egy tárgyalási szünet után derült ki számomra végérvényesen, hogy az MSZP legalábbis azon a testület ülésen ezt az elképzelést nem tudta támogatni. Tehát addig úgy tűnt, hogy támogatni fogják? Én reméltem, hogy támogatni fogják. Ez hogy volt, kérdezem Tóth Csabát, tehát, hogy ezek szerint ezt egy pillanatig is feltételezhette Karácsony Gergely, hogy önök ebben benne lesznek, aztán pedig óriási felháborodásnak adtak hangot, hogy miért nem. Nekem a véleményem erről más. Én azt látom, hogy csütörtökön az érdekek felülírták az elveket és az értékeket Zuglóban. Egy politikai, hatalomtechnikai játszma áldozata lett akkor a kerület, és az elmúlt évben két választás volt Zuglóban, és mind a kettőn a baloldali, demokratikus baloldali jelöltjei nyertek. Tavasszal én nyertem Papcsák Ferenccel szemben, ősszel pedig a baloldali Összefogás egyéni képviselőjelöltje, illetve Karácsony Gergely nyert, Papcsák Ferenc egykori alpolgármestere, Rozgonyi Zoltán ellen. Rengeteg botrány volt korábban Zuglóban, így aztán a zugló emberek nem véletlenül gondolták azt, hogy ezt a korszakot le kell zárni, és ezzel a két választással úgy gondolták, hogy le is zárták. Azzal a programmal nyertünk valóban, ami programunk volt, hiszen mi hosszú évek óta dolgozunk ott a kerületben, és ezt szeretnénk megvalósítani, amiket kitűztünk célul. Ősszel az önkormányzati választás előtt kötöttünk egy választási szövetséget, és aláírtunk egy politikai megállapodást. Az ebben ezt aláíró pártok kinyilvánították, hogy amennyiben győzünk a kerületben, akkor ősztől három alpolgármesterrel fogunk működni, három alpolgármesterrel fog együtt dolgozni Karácsony Gergely. Egyet jelölnek a szocialisták, egyet az Együtt PM, egyet pedig a Demokratikus Koalíció. Eddig két alpolgármestere volt a kerületnek, az egyik a szocialista Ajtó Florián, a másik az Együtt PM nevében Szabó Rebeka a PM részéről, és a DK alpolgármesterre nem került sor. Úgyhogy ezt a mostanit csak egyféleképpen tudjuk értékelni, hogy Rozgonyi Zoltán, hogy titokban belépett a Demokratikus Koalícióban, és így lett ő alpolgármester most, más magyarázatot erre nem tudunk. Megkérdezném Rozgonyi Zoltánt, hogy ez így van-e, de azt hiszem, hogy ezzel talán az időt is kárhúznunk, majd mindjárt beszélünk önnel is, de akkor ezek szerint ön cáfolná, amit Karácsony Gergely mondott, vagy nem mondott, tehát ön szerint megromlott ez a viszony? Én nem gondolnám, hogy megromlott. Én ezt a kapcsolatot egy friss házassághoz tudom hasonlítani, és Karácsony Gergely... Ami nehezen indul? Jól indult, csak úgy tűnik, hogy az első konfliktusnál, az első tányércsörgésnél összebútorozott a szomszéddal, holott ezt nem kellett volna. Tehát akkor lelépett az egyik fél a házasságból ezek szerint? Hát, hogy lelépette, azt még nem tudjuk, most időlegesen úgy tűnik, hogy kikacsintott ebből a szövetségből, de bízunk benne, hogy azért visszakacsint és visszatér hozzánk. Hogy reagáljak erre akkor gyorsan, hogy ugye az nagyon fontos tudni, hogy Zuglóban rengeteg a feladat, és az, hogy lesz egy új alpolgármester, aki a Fidesz színébe jön, az nem befolyásolja, főleg nem az MSZP-s alpolgármester portfólióját, tehát az érintetlen maradt, ha úgy tetszik. Éppen a humán területeken lesz valami fajta csoportosítás, és azért azt látni kell, hogy ha megnyertük volna a választást,
hogyha a választók valóban egy éles fordulatot akartak volna Zuglóban, akkor nem csak a polgármester választáson fejezik ez ki, hanem akkor adnak egy baloldali többséget a testületben. Ez nem történt meg, és nekem Zugló polgármestereként azokat az embereket is képviselnem kell, akik nem rám szavaztak, és nekem az a politikai felelősségem, hogy azt a programot meg tudjuk valósítani, amivel én a baloldal támogatással, az MSZP támogatásával megnyertem a választást. Én azt gondolom, hogy most ehhez közelebb vagyunk, mert megvan a politikai békés hátországnak a feltétele ahhoz, hogy ezeket a programokat megvalósítsuk. És még egyszer mondom, Zugló egyébként tartalmi értelemben az elmúlt három hónapban a békeszigete volt, mert gyakorlatilag minden döntés konszenzuson hoztuk meg, és elkezdtük a szocialisták a közös programunkat megvalósítani, és ebben a Fidesz egyáltalán nem gátja volt ennek a folyamatnak, hanem nagyon sok mindenben támogatta a szavazataival ezeket az előterjesztéseket. Hátországot az MSZP-ben való viszonnyal én most nem vélek felfedezni, hiszen éppen azt mondta Tóth Csaba, hogy gyakorlatilag önök kiléptek a házasságból, tehát akkor a békés hátországot a Fidesz biztosítja? Hát szerintem ez költői túlzás. Én biztos vagyok abban, hogy ha néhány év múlva visszatekintünk erre a helyzetre, akkor azt remélem, hogy azok a szocialista képviselők is, akik most nem tudták támogatni ezt az előterjesztést, ők is azt fogják gondolni, hogy a közös céljénk elérés érdekében ez egy helyes lépés volt. Rozgonyi Zoltánról azt írja a sajtó, hogy nyilván azért akart alpolgármester lenni, és Papcsák Ferenc is azért tolja előre, hogy a Fidesz és az előző vezetés így úszhassa meg az elszámoltatást. Hát mindenkit azt szeretném mondani, hogy ha már ilyen költői képeknél vagyunk, hogy ebben a házasságban mi nem szeretnénk szeretőként megjelenni. Nem erről van szó. Én azt hiszem, hogy egyenrangú felekként vettünk részt a politikai tárgyalásokban a választások után, és ahogy itt már elhangzott, egy nagyon kiegyensúlyozott eredmény született, amely arra utal és arra kötelez bennünket, hogy megpróbáljunk összefogni. Nincs félnivalója, azt gondolom, a polgári oldalnak az elmúlt négy évre visszatekintve, és ahogy egyébként polgármester úr beterjesztette az átláthatóságról szóló rendeletet, amely visszamenőleg, az elmúlt négy évre, sőt öt évre visszamenőleg valamennyi szerződés nyilvánossá tesz, ezt mi megszavaztuk ugyanúgy, ahogy egyébként a koalíció tagjai, hiszen mi is azt szeretnénk, hogyha valóban minden átláthatóvá válna Zuglóban, és semmilyen titkunk és félnivalunk nincs a múlttal való szembenézéssel. Azt egyébként én jól értem polgármester úr nyilatkozataiból, hogy semmilyen botrányt nem akarnak konkrétan feltárni, nem akarnak konkrétan nyomozni, ügyeket kapirgálni, hanem egyszerűen az összes iratot nyilvánosságra hozzák az interneten keresztül, és aki szeretne, kutakodhat majd benne. Nem, természetesen mi is úgy a kötelezettségünk, hogy átnézzük azt az örökséget, amit megkaptunk. Erre egy külön kollega kezdi el a munkát, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb garancia a korrupció ellen az a nyilvánosság. Tehát én magát az elszámoltatás kifejezést akkor is utáltam, amikor Papcsák Ferenc szájáról hangzott el, mert a politikának nem ez a dolga. Nyilván az új zuglói városvezetésnek át kell nézni minden szerződést, amit megörökölt, ez a munka folyamatban van, és azt kell mondjam, hogy vannak olyan ügyek, amelyek kapcsán kutyakötelességünk feljelentést tenni. Két ilyen ügy van, ezeket még vizsgáljuk, de ennek a mostani történésnek az ég adta világon semmi köze ezekhez. És Rozgonyi Zoltánnak az ég adta világon semmi köze ezekhez az ügyekhez? Ez a két konkrét ügyhöz, amiről tudok, ezekben azt gondolom a személy felelősséges és sorban nem nála keresem. Milyen ügyekről van szó? Hát ez hamarosan meg fogja tudni a sajtó. Mi van akkor, hogyha felvetődik olyan ügy, amiben a korábbi alpolgármester érintett? Hát semmi módon nem fog visszatartani minket attól, hogy ezeket nyilvánosságra hozzuk. Erről elég sokat beszélgettünk már. Én tényleg azért lettem politikus, és azt gondolom, hogy ebben a választáson azért is tudtam győzni, mert én az egész politikai pályafutásomnak az egyik legfontosabb célkötőzéseként nagyon sokat beszéltem a korrupció felszámolásáról. Most örülök annak, hogy tehetek is ez ellen, és büszke vagyok arra, hogy Magyarország legátláthatóbb önkormányzata lesz az Zuglói önkormányzat. De nem az lesz a helyzet, hogy vagy ellehetetlenül a frissen megválasztott alpolgármestere, mert tényleg találnak csontvázakat a szekrényben, vagy kiderül, hogy nem volt igaz, amivel az összefogás vádolta az előző zuglói vezetést, hogy mutyi-mutyi hátán. Nézze, ezeknek az ügyeknek napvilágra kell kerülniük, nekünk el kell végeznünk azt a munkát, hogy feltárjuk ezt az örökséget. És azt gondolom, hogy ha Rozgonyi úr nyugodtan alszik amiatt, hogy az ő nevéhez nem kötődnek ilyen ügyek, akkor remélem, hogy igaza lesz. Engem semmilyen módon nem fog befolyásolni sem a múlt, sem a jövő megítélése kapcsán, hogy milyen politikai szövetségeket kötöttem, amikor korrupcióról van szó, mert abban bízom, hogy akikkel egy szövetségben vagyok, azok nem követtek el ilyen dolgokat. Ha mégis kiderül, az egy új helyzet, egyenlőre nem itt tartunk. És de hogy bízhat ebben azok után, amivel előzőleg vádolták a Papcsákféle vezetést? Nézze, az előző időszakban az volt a fő probléma, hogy például a közbeszerzések területén nagyon sok botrány volt. Egy olyan szervezeti struktúra volt Zuglóban, hogy gyakorlatilag a polgármester döntött a közbeszerzésekről. Ez egy helytelen
gyakorlat, ezt meg is szüntettük. Az egyik első döntésünk volt, hogy a szakbizottság, illetve a képviselő testület dönt ezekről. Ez például az egyik olyan támadási terület, ami... belenézett ezekbe az ügyekbe valamennyire, és arra következtetésre jutott, hogy Papcsák Sáros volt, Rozgó nyert. Teljes sajtó tele volt ezekkel az ügyekkel, tehát ezeket jól lehetett dokumentálni már eddig is. Éppen ezért azt gondolom, hogy nem helyes az a gyakorlat, hogy egy polgármester magához van ilyen dolgokat, mert akkor a politikai felelősség is a nyakában landol. És itt fogjuk folytatni Rozgonyi Zoltánnal, de egy pár perc szünet a reklámszünet után. Tehát a zuglói önkormányzati botrány a témánk. Itt ülünk Karácsony Gergelyen, Rozgonyi Zoltánnal és Tóth Csabával, és ott tartottunk éppen. Karácsony Gergely polgármester úr azt mondta, hogy lesz egy ember az önkormányzatban, aki az előző vezetés szerződéseit vizsgálja és ügyeket nézi át. Mi a garanciája annak arra a nyilvánosságnak, hogy ön alpolgármesterként nem fog tudni ennek az embernek a munkájába beleszólni például? Hogy nem tudhat ügyeket eltusolni? Azt gondolom, hogy egy hivatal működését alapvetően a polgármester intenciója alapján a jegyző működése az, ami meghatározza, és a jegyző az, aki a törvényességet felel a hivatal működése kapcsán is. Egy alpolgármester sem tehet törvénysértő dolgokat a hivatali működési rend során. Arról nem beszél, hogy van egy főnöke a polgármester, tehát vagy az önkormányzati törvény is fogalmaz, az alpolgármester feladata a polgármester munkájának a segítése. Mi ezt annak érdekében szeretnénk megtenni, hogy abból a programból, amelyre azért jelentősen sokan szavaztak Zuglóban, minél többet mi is meg tudjunk valósítani. Ahogy elhangzott, mindenki dolgozni szeretne az önkormányzati munka során. Mi is azt szerettük volna, hogy ezt a munkát még nagyobb körben, még nagyobb felelősséggel végezhessük. Mennyiben lesz ön szerint az új zuglói városháza, vagy az új Zugló más és jobb, mint az előző, amelyben ön szintén városvezető volt? Attól mindenképpen érdekesebb ez a mostani helyzet, hiszen egy együttműködésre vagyunk itt élve, különféle pozíciók nélkül is, hiszen nagyon nagy egyensúly van a képviselőtestületben a különféle politikai oldalak és irányvonalak között. És azt hiszem, hogy egy óriási esély kínálkozik arra, hogy különféle múltba révedő, esetlegesen ideológiai viták helyett próbáljunk arról gondolkodni, hogy mit tehetünk közösen Zugló érdekében. Most tehát egy olyan helyzet van, ahol még szélesebb lehet az együttműködés, akár valamennyi politika erőre és oldalra kiterjedhet, amelyben mi a zuglóiak érdekében végzett munkát megpróbáljuk majd organizálni, szervezni. Jól látom Tóth Csaba arc kifejezését, akkor nem sok kedve van ehhez a széles együttműködéshez. Nem kedv kérdése. Azt látjuk, hogy az elmúlt 4 év az nem a kerületben élő emberekről szólt, és nem hozzáértő emberek vezették a kerületet. Hiszen ha körbenézünk a kerületben, azt látjuk, hogy Zugló lepusztult, közterületek elhanyagoltak, közbiztonságban problémák vannak, katasztrofális a parkolási helyzet a kerületben, a bérlakás állomány az teljesen le van pusztulva, egy fillért nem költöttek ennek a felújítására, és volt rá lehetőségük 4 évig, hogy tegyenek valamit az ott élő emberekért, nem tettek. Nem hiszünk abban, hogy most ebben a szövetségben aztán kiteljesül ez a közös munka. Nekünk elképzeléseink vannak, hogy tudnánk ezt megvalósítani, és szeretnénk is ezt megvalósítani, és erre szövetkeztünk mi Karácsony Gergellyel. Na, még egy problémánk. Karácsony Gergely sokszor elmondta, hogy baloldali politikusnak vallja magát, és hát ebből adódóan ő nem tud együttműködni olyan emberekkel, akiknek nem makulátlan a múltja. Mi úgy gondoljuk, hogy aki az előző korszakban, a Papcsák korszaknak a kiszolgálója volt, és aki Rozgonyi Zoltán nyíltan kacsingat a szélső jobb felé, és aki rezenistan arccal tudta végignézni azt, hogy hajléktalanok nyomorúságos viskói dózerolják le, ez a múlt nem alkalmas arra, hogy baloldali politikusként azonosulni tudjunk ezzel. Miért kacsingat nyíltan a szélső jobb felé? Azokkal a megjegyzésekkel, azokkal a összeborulások, amit a kerületben látunk, ebből azt látjuk, hogy oda-oda kacsingat. És van még 2 probléma, ami apjainkban nem okoz meglepetést, hogyha utcára vonulnak az emberek. 2 évvel ezelőtt Zuglóban már utcára vonultak az emberek, 2 okból, az egyik a igazságtalan kivetett kommunális adó, a másik pedig a szakrendelő bezárása. Mind a 2 javaslatnak az előterjesztője Rozgonyi Zoltán volt, és emberek ezré vonultak az utcára, és követelték már akkor ennek az önkormányzatnak a lemondását, illetve a Papcsák Ferenc távozását. A kommunális adót azóta Karácsony Gergely vissza is fizette. Mit gondol mindenről? Hát nézze, egyrészt valóban én viszonylag magas erkölcsi mércét állítok, amikor a munkatársaimat megválogatom, viszont a demokratikus megválasztott képviselőket nem tudom lecserélni. Tehát ez egy adottság. Ezekkel a képviselőkkel kell együtt dolgoznunk.
Én azzal kezdtem a zuglói kampányomat, hogy le kell zárni a Papcsák korszakot, és most is azt gondolom, hogy olyan politikát kell csinálnunk Zuglóban, amivel lezárjuk ezt a korszakot. Viszont eznek a korszaknak nem csak az volt a jellemzője, amiről eddig beszéltünk, hanem az is, hogy a politikai ellenfeleket ellenségnek tekintettük. Tudom, mindig van mentség arra, hogy egyszer befejezzük ezt a hideg polgárháborút, ami Magyarországon a politikában van. És mindig találunk mentséget arra, mert mindig van valamikunk arra, hogy akkor mégis most ne lépjük meg ezt a dolgot. Én azonban nem keresek mentséget. Ebben a képviselőtestületben ott ül számos Fidesz képviselő, akiket a választók küldtek oda. Én a választókat nem fogom ezt hibáztatni, vagy az ő kérdés döntésüket felülbírálni, mert ez nincsen jogom. Nekem ezekkel a képviselőkkel együtt dolgoznom új elvek mentén. Ezeket az elvicculapokat levertük, a kommunális adót visszafizetjük, a korrupciót felszámoljuk, és belevágunk azokba a fejlesztésekbe, amelyek kapcsán egyébként nincs különösebb vita a képviselőtestületen belül. Én azt a programot szeretném megvalósítani, mivel megnyertem a választást. Ez egy alapvetően baloldali program, de mivel ez egy önkormányzat, nem egy országos politikai lövészárokból egymást lövöldöző politika, ezért azt gondolom, hogy ezeknek a céloknak a megvalósítására tudunk együtt dolgozni a fideszesekkel. Ha ez nem fog működni, ha mégis valami miatt ez nem tud működni ez a rendszer, akkor majd újra gomboljuk a kabátot. Most azt gondolom, hogy felelős döntés az volt, hogy ezt az együttműködést kiszélesítsük, és egy békés építkezés korszaknak a lehetőségét megnyissuk. Én ezért gondoltam fontosnak azt, hogy szélesítsük ezt a koalíciót, és megjegyzem, nincs ma Magyarországon olyan baloldali polgármester, akinek nincsen többsége, és ne lenne egy fideszes alpolgármestere, mert egyszerűen így tudnak működni a dolgok. Ez nem az országos politika, ez egy helyi politika, itt alapvetően a helyi érdeket kell nézni, az emberek hétköznapi problémáit megoldani, ebben sokkal kisebb politikai különbségek vannak, mint az országos politikában. A sajtóban azt is írták, hogy a szocialisták fontolgatják a képviselőtestület feloszlatását és új választás kiírását, így van? A sajtóban sok mindent írnak, nem fontolgatjuk. Nem kizárt semmi, de mi úgy látjuk, nekem az a véleményem, a baloldali többségnek, a demokratikus baloldalnak megvan a többsége az zuglói önkormányzatban. Nem éreztük ennek szükségességét, hogy ki legyen bővítve mondjuk a kerületvezetéssel, a fideszes alpolgármesterrel. Meg lehet teremteni azt a többséget. Az zuglóiak ezt nem értik, hogy most mi történik, ők nem erre szavaztak, ők arra szavaztak, hogy baloldali vezetése legyen a kerületnek, és hogy azt a programot valósítsuk meg, amit közösen megalkottuk és ebben a kampányban képviseltünk. A sajtóból viszont arra is lehet következtetni, bár Karácsony Gergely most próbált ilyesmiről nem beszélni, hogy talán azért sem lehetett könnyű a szocialistákkal való együttműködés, mert minthogyha egy szocialista káder temetőnek akarnák használni Zuglót, újabb és újabb olyan arcokat próbáltak odavinni a kerületi cégek élére, amelyekre vonatkozik például Karácsony Gergelynek a magas erkölcsi mércéje, amire ön is utalt az előbb. Többek között azt az ifjabb Feigli Ferencet, aki korábban egy fővárosi cég élén már korrupciós ügybe is keveredett, és ha jól tudom, azóta is nyomoznak utána. Majd végül is a megegyezésnek az lett az eredmény, hogy önök jelöltek valaki mást, akit Karácsonyék elfogadtak, erről utólag derült ki, hogy a szocialista alpolgármester sógora, és az első intézkedése az volt a vagyonkezelő élén, hogy kinevezte helyettesének azt az embert, akinek a személye a polgármester számára elfogadhatatlan. Ez micsoda? Nos. Tudomásunk szerint Feigli Ferenc ellen semmilyen eljárás nincs folyamatban, ilyenről nem tudunk. Feigli Ferenc érezve a személyek körülötti problémákat, önként távozott, lemondott, és természetesen... Na de ahogy oda került, az nem egy trükk volt, ahogy megpróbálták megvezetni az önökkel szövetséges polgármester? Szó nem volt erről, vezérigazgatóként volt Karácsony Gergelynek a személyvel kapcsolatban fenntartása. És gondolták, hogy helyettesként nem lesz? Hát miután ő egy jó szakember, ez a továbbra is az a megítélésünk, és nincs tudomásunk arról, hogy bármilyen eljárás lenne folyamatban ellene, mi úgy gondoltuk, hogy a szakmáját tudja végezni. És mindenki másról úgy gondolunk, hogy nekünk nem az a fontos, hogy kikinek a rokona, barátja, szomszédja, felesége vagy gyereke, hisz eddig se azzal foglalkoztunk, hogy kikinek a retyerutyája Zuglóban, hiszen megnézzük a hivatalt, illetve az önkormányzati cégeket, az előző vagy mostani kerületi fideszeseknek nagyon sok hozzátartozója dolgozik, felesége, gyereke, testvére, bárkije. Minket ez nem érdekel. Számunkra egy a fontos, hogy az emberek jól végezzék a munkájukat. Tehát nem is kellett tájékoztatni a polgármestert a sógorságról? A sógorságról nem kellett tájékoztatni senkit, mert ebben az értelemben nem áll fenn olyan összeférhetetlenség vagy érintettség, amit az alpolgármesternek közölni kellett volna. Ez nyílt titok volt, nem volt ez titok senki elől, nem titkolták el, hogy milyen kapcsolatban vannak, az, hogy a szerencsétlen véletlen, hogy a húgát egy hónap előtte vette el feleségül, tehát ez egy egész
más történet, de én úgy gondolom, hogy... Kicsi a világ, és Zugló meg még kicsi a világ, ezek van, polgármester úrnak sem fájt ez a történet, és nincs szerepe abban, hogy ide jutottunk? Hát nézem, lehet, hogy szerencsésebb lett volna, hogyha én is ebben az ügyben tájékozódom, de én pont azzal kezdtem ezt a bizonyos csütörtöki, egyébként nem is annyira viharos testületű ülést, hogy én kőkeményen megvédtem az szocialista alpolgármestert is, és a vagyonkezelő új vezérigazgatóját is ebben az ügyben, és a maximális bizalomról tájékoztattam őket, és akkor még az MSZP frakció ezt tapssal viszonozta. Tehát azt gondoltam, hogy én megtettem mindent azért, hogy tényleg az olyan típusú vádak alól mentesítsem ezeket az embereket, ami azt gondolom, hogy a munka szempontjából lényegtelen. Önt azzal vádolja viszont a független Várnai László, hogy gyakorlatilag azért, mert két nagy párt között örlődik és folyamatos kompromisszum kényszerben van, ezért koncokat dob oda mindenkinek, mindenkinek az embereinek, és hogy azzal szemben, ahogy korábban beszélt arról, hogy hogyan kellene mondjuk kinevezéseket intézni, mindenféle pályáztatás nélkül politikai háttér alkuk eredményeképpen osztja ki ezeket a városi cégek vezetői pozícióit. De Várnai László nehezen emészti meg, hogy nem belőle sem a polgármester, sem a polgármester. Viszont az ön szavai, amiket most a fejére idéz, valóban öntől hangzik. Nézze, azért az elég érdekes, hogy engem kétfajta vád illet, az egyik az, hogy odaadom a koncokat a pártoknak, a másik vád meg az, hogy nem elégítem ki ezeket az igényeket. Én azt gondolom, hogy a városi vezető, a városi cégek élén felkészült emberek dolgoznak, és az, hogy ez egyébként a helyi pártok elvárásait, vagy az ő szakember gárdájára épít, ez szerintem építi azt a politikai konzenzust, amit kialakult. Ha rajtam múlna, és ezzel egyedül döntenék, akkor valószínűleg nem így döntöttem volna, hanem pályázat útján választottam ki a cégvezetőket. De hát nekem is van egy politikai mozgásterem, ami nem szeretnék túlterjeszkedni. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy azok az emberek, akik vezették az önkormányzat cégeit, ezek felkészült kiváló emberek, akik értik a dolgokat, és nekem nincs okom abban kételkedni, hogy jól fognak dolgozni. Az is megjelent a sajtóban, hogy Rozgonyi Zoltán ellen lehet, hogy fegyelmit indítanak a saját pártjában. Volt arra felhatalmazás, hogy Karácsony Gergely alpolgármester legyen? Hogy elvállalhatja ezt a pozíciót? Természetesen az szükséges egyeztetéseket elvégeztük, de ha megengedi, kénytelen vagyok azért reagálni Tóth Csaba által elmondottak közül két dologra. Egyik az, hogy én kivel kacérkodom, vagy kire kacsingatok, hát én legfeljebb a feleségemre szoktam, szélsőjobban semmiképpen sem. Erre azt gondolom, hogy tényszerűen semmilyen okot nem adtam az elmúlt időszakbeli teljesítményemmel és munkámmal. Sokkal inkább látom azt, hogy az én megválasztásommal szemben az MSZP szövetkezett a Jobbikkal. Sokkal több az MSZP és az Zuglói MSZP és az Zuglói Jobbik között a kapcsolat, mint köztem és az Zuglói Jobbik között. Én azt hiszem, hogy Tapolcához és Ószhoz hasonlóan sokkal inkább az MSZP és a Jobbik kapcsolata figyelhető meg, mint sem az én szélső jobb felé kacsingatásom. És még egy dologra feltétlenül muszáj, mert óriási felelősségünk van a hajléktalanok sorsát illetően. És az elmúlt ciklusban, bár voltak vitatható döntések, tényszerű, hogy több mint 20 millió forintot költöttünk hajléktalan ellátásra. Az első hajléktalan, aki Zuglóban egyébként közvetlenül lakást kapott, Papcsák Ferenc polgármestersége ideje alatt kaphatta meg ezt a lakást. Természetesen a közmunkaprogrammal, a lakásjuttatásra és sok minden egyébben előre kell haladnunk, de mindenek előtt meg kell védenünk a hajléktalanokat attól, hogy meghalljanak, kiüljenek az utcán. Ebben az évben már 4 hajléktalan halt meg Zuglóban, míg az elmúlt 4 évben egy sem. Az a közös felelősségünk, az MSZP-jé, a polgármester úr és a mi felelősségünk, amit valamennyi megválasztott zuglói képviselő, hogy ez ne történhessen meg, és próbáljunk egy olyan védőhálót nyújtani számukra is, amely visszavezetheti őket a társadalomba. Nagyon sajnálom, hogy elfogyott az időnk, mert lehetne még folytatni ezt a beszélgetést, önök nyilván meg is teszik, mi meg majd figyelemmel kísérjük, hogy mi történik Zuglóban. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönjük. Köszönöm.